Hello, sziasztok! Ez egy videó a Vamtek TPS 3010-esről, ami most ki van kapcsolva, már több órája kihűlt. Viszont bemelegített műszerek várják, hót pontos műszerek, amik már 48 órája járnak, meg egy, ami nem, szóval egy nem pontos, mert ez majd egy 3 óra múlva lesz pontos, hogyha bemelegszik. erre kettőre lehet támaszkodni, 14 voltra állítva ezt a Vantek tápot 14 volt, hogy egész nap jár. Szóval ez is 24 órát melegszik, akkor az annyi. És arra vagyok kíváncsi, hogy ha most én ezt így éleztem, akkor ugye megengedjük a kimenetet, mennyi lesz az annyi. azt ne nézzétek, mert hát ugye az, az ami műszer az csal. Viszont ez 13,993, azaz 7 millivoltal indul alá, vagy 8 al ugye? 7 mert ez a pontos műszerünk. 7, 6 és fél szerintem, mert az a 3, 4 az ott ingadozik. De úgy általában ez a két műszer úgy együtt fut. Talán egy volt van köztük, ezt most is lehet látni és nagyon pontosak, majdnem más szót mondtam, ami nem túl jó a Youtube-on. A lényeg az, hogy a Vantek labortáp is olyan, mint az összes többi laborműszer, hogy be kell melegíteni legalább több burát kell neki járni, hogyha számít az, hogy a 14 az tényleg 14-e. Többnyire nem számít, mert ez csak egy labortáp, csak úgy mondom, hogy utána viszont atomstabilan tartja a 14 voltot, vagy akárhány voltot, amire beállított, mert csináltam róla a videót. Iratkozzatok fel, hogy nem maradjatok le semmiről. Sziasztok